Negyedik fejezet. Az alagutak hangja. A parancsnok lámpájának erőtlen fényes sápat, sárga foltként vibrált az alagút falain, nyaldosta a nyírkos padlót, és nyomtalanul eltűnt, amikor a lámpa messzebbre irányult. Előttük sűrű sötétség volt, mely már tíz lépésnyire is mohón elnyelte a kézilámpák gyenge sugarait. A semmibe gördülő hajtány vontatottan, egyhangúan csikorgott, és ez a hang összeolvatta a mögötte jövő emberek zihálásával és vasalt csizmáik ütemes csattogásával. Valamennyi déli örhely elmaradt már mögöttük. Tüzeik utolsó fényei is rég kihúnytak a hátuk mögött. A VDNH területe véget ért. És bár a VDNH és a Rizskaja közti szakasz az utóbbi időben gyakorlatilag veszélytelen volt, hála a szomszédok jó kapcsolatának és a meglehetősen megélénkült forgalomnak a két állomás között, a szabályzat követelte, hogy résen legyenek. Az alagutakban egyáltalán nem csak északról vagy délről a két lehetséges irányból fenyegethetett veszély. Fent is megbújhatott a szellőző aknákban, balra vagy jobbra a számtalan elágazásban. A volt üzemi helyiségek vagy titkos kiáratok lezárt ajtajai mögött is. Ott várt lent is a rejtélyes vágatokban, melyeket a metróépítők hagytak maguk után, javítóbrigádok felejtettek és hanyagoltak el, ahol a mélyben, mely a legvakmerőbb emberek agyát is irracionális félelembe dermesztette, már akkor valami szörnyűség kezdett készülődni, amikor a metró még csupán közlekedési eszköz volt. Ezért kutakodott olyan nyugtalanul a parancsnok lámpájának fénye a falakon, és a végzárók ezért tartották állandóan az újukat a gépkarabélyok biztosítóján, készen arra, hogy bármely pillanatban automatikus tüzelésre állítsák őket, és meghúzzák a ravaszt. És ezért voltak olyan szótlanok a menetelők, a beszélgetés elvonta és zavarta volna őket abban, hogy az alagutak lélegzését ügyeljék. Ártió már egyre fáradtabban, de csak dolgozott, dolgozott a hajtókar meg, ahogy lenyomta, már jött is vissza a korábbi helyére. Monotonan csikorgott a szerkezet, újra és újra fordultak a kerekek. Hasztalan nézett egyre előre a fejében a kerekek csattogásának ütemére, nehézkesen és erőltetetten forgott egyre a mondat, amit korábban Huntertől hallott hogy a sötétség rendszere a legelterjedtebb irányítási forma a Moszkvai metró területén. Igyekezett arra gondolni, hogyan is jusson el a porizba, próbált terveket készíteni, de az izmaira lassan rátelepedő emésztő fájdalom és fáradtság, mely behajlított lábától a derekán át felhúzódott és a karjára is átterjedt, minden valamennyire is bonyolultabb gondolatot száműzött a fejéből. A forró, sós verejték, mely előbb csak morzsányi cseppekben ütközött ki a homlokán, most, hogy a cseppek megnőttek és megnehezettek, bőséggel csorgott le az arcán, elöntötte a szemét, melyet megtörölni nem lehetett, mert a szerkezet túlsó végén ott állt zsenka, és ha elengedi a hajtókart, azzal az egész munkát egyedül ő ráhagyja. A fülében még erősebben lüktetett a vér, és Ártyomnak eszébe jutott, hogy amikor még kicsi volt, szeretett valamilyen kényelmetlen testhelyzetet felvenni, hogy hallgathassa, hogyan dobol a füle, mert ez a hang a katonai alakzat összehangolt díszlépésére emlékeztetett. És ha becsukta a szemét, elképzelhette, hogy ő a díszszemlétfogadó fogadó marsal, és a hűhadosztályok díszlépésben haladnak el mellette, mindegyik szélső katona a sorban őre elmeli a tekintetét, ahogy ezt a hadseregről szóló könyvekben is lerajzolták. Végre valahára a parancsnok, anélkül, hogy hátranézett volna, odaszólt. Jól van, fiúk, szálljatok le! Cseréljetek helyet! Félútra értünk! Ártyom összenézett Zsenkával, leugrott a hajtányról, és anélkül, hogy összebeszéltek volna, leültek a sínekre, bár a hajtány elé és mögé kellett volna állniuk. A parancsnok fürkészően pillantott rájuk, és megértően mondta. Taknyosok! Taknyosok! Ismert el buzgón zsenyka. Felkelni nyomás! Csak semmi üldögélés! Mars előre! Majd mesélek nektek valami jó kis mesét. Mi is mesélhetünk magának mindenfélét, Mondta maga biztosan Zsenyka, miközben kelletlenül felkészállódott. A ti meséiteket már ismerem. A feketékről, meg a mutánsokról. Na no, meg persze a gombáitokról. De van itt pár más is, amiről még sose hallottatok. De ezek talán nem is mesék, csak senki nem tudja ellenőrizni őket. Illetve voltak, akik megpróbálták, de ők már biztosan nem mesélhetik el nekünk, mit is derítettek ki. Ártyomnak elég volt ennyi is, hogy újra erőre kapjon. Most fontos volt számára minden információ arról, hogy mi várja a Prospekt Mira állomáson túl. Sietve felállt a sínről, a hátáról a mellére húzta a gépkarabét, és elfoglalta helyét a hajtány mögött. Egy kis lökés a begyorsításhoz, és a kerekek újra belefogtak a maguk bánatos dalába. A parancsnok feszülten vizsgálta a sötétséget, így nem minden szavát lehetett érteni. Arra azért kíváncsi volnék, mit tud a tí generációtok egyáltalán a metróról, mondta a parancsnok. Biztosan össze-vissza meséltek egymásnak mindenfélét. Ki hol volt, ki mit talált ki. Egyik a másiknak hazudta tovább azt, amit egy harmadik súgott a fülébe, aki a maga részéről már kiszínezte a történetet, amit teázás közben egy negyediktől hallott, de már saját kalandjaként adott tovább. Ez a fő baja a metrónak. Nincs megbízható kapcsolat. Nem lehet gyorsan eljutni az egyik végéből a másikba. Hol nem lehet átmenni, hol el van zárva, Hol valami őrült dolog készül, és a helyzet napról napra változik. Pedig nem is olyan nagy az a metró, mint azt hiszitek. Egyik végéből a másikba vonattal egy óra az út. Most meg hetekig mennek az emberek, és legtöbbször nem érnek oda. És sohasem tudhatod, hogy mi vár rád a következő kanyaron túl. Most például a Riszkajára megyünk humanitárius szállítmányjal. De az a baj, hogy senki, köztük se én, se az állomásügyeletes, nem kezeskedhetünk érte, hogy amikor odaérünk, nem golyózáporral fogadnak-e bennünket? Vagy nem egy felperzselt állomást találunk-e? Egyetlen eleven lélek nélkül. Vagy nem az derül -e ki, hogy a rizskaja most csatlakozott a hanzához, és ezért a metró többi részében nincs, és nem is lesz többé, kiáratunk. Nincs pontos információnk. Tegnap reggel kaptam híreket, kész, estére már el is avultak, és ma már nem hagyatkozhatunk rájuk. Olyan, mintha egy száz éves térkép alapján próbálnál átkelni a futóhomokos területen. A futárok olyan lassan jutnak át, hogy a hírek, amelyeket hoznak, gyakran már rég elavultak. Az igazság eltorzul. Soha nem voltak ilyen helyzetben az emberek. Szörnyű elképzelni is, mi lesz velünk, amikor elfogy az üzemanyag a generátorokhoz, és nem lesz többé áram. Olvastátok Velsz időgépét? Abban voltak azok a morlokok. Ártiamnak ez már a második ilyen beszélgetése volt az utóbbi két napban. Már tudott Velszről és a morlokokról és valahogy egyáltalán nem akart róluk még egyszer hallani. Ezért Zsenka minden tiltakozása ellenére erélyesen visszaterelte a beszélgetést az eredeti medrébe. No és a maga generációja mit tud a metróról? Hm, rossz jel, ha arról beszélünk, milyen pokoli a helyzet az alagutakban. Meg a metró kettőről, vagy a láthatatlan megfigyelőkről. Nem is fogok. Arról viszont hol kilakik, valami érdekeset mesélhetek. Nos, azt tudjátok például, hogy ott, ahol akkoriban a puskinskaja volt, még két másik állomásra, a Csehovsz kajára és a tverskaja is van ott átjáró. Szóval ott a fasizták mindent elfoglaltak? Miféle fasizták? kérdezte értetlen kedve Zsonyka. Valódi fasizták? Valamikor régen, amikor még ott éltünk, a parancsnok az ujjával felfelé bökött. Voltak ilyenek. Voltak borotvált fejűek, voltak, akik az orosz nemzeti egység pártja híveinek nevezték magukat, mások a bevándorlók ellen ágáltak, meg mindenféle túlskó, integrációpártiak és egyéb hasonlók. Ezeknek akkor nagy divatja volt. Az ördög tudja, mit jelentenek ezek a rövidítések. Ma már nem is emlékszik rájuk senki. Valószínűleg már ők maguk se. Később, mintha eltűntek volna, semmit se lehetett hallani felőlük, nem is mutatkoztak. Aztán nem olyan régen, egyszer csak megjelentek a puskin A metró az oroszoké. Okay. Hallottátok már ezt? Vagy tegyél jót, tisztítsd meg a metrót! Minden nem oroszt elüldöztek a puskin aztán a cseh és eljutottak a Tversz-szkajáig. A vége felé már teljesen elvadultak, kezdődtek a leszámolások. Most a birodalom van ott, a negyedik vagy az ötödik, vagy valami hasonló. Tovább egyelőre nem nyomulnak. De a mi nemzedékünk emlékszik még a XX. század történelmére. Hát ezek a fasizták. Azok a mutánsok meg a Füljovszkaja vonalról egyébként valóban léteznek. A mi feketénk se semmik. És vannak még mindenféle szektások, sátánisták, kommunisták. Panoptikum. Tisztára, mint egy panoptikum. Elhagyott, kidöntött ajtajú szolgálati helyiségek mellett mentek el. Vagy vécék voltak ott valamikor, vagy óvóhelyek. Minden berendezést, a kétemeletes emeletes vaságyakat, ilyen-olyan csöveket már rég széthorták, és ezekbe az alagutak szerte megtalálható üres, sötét szobákba senki sem erészkedett be. Még ha tudták is, hogy nincs bennük semmi. De ki tudhatja azt biztosan. Halvány fénypislákolt pislákolt előttük. Közeledtek az Alexajevszkajához. Az állomásnak kevés lakosa volt, és csak egy járőrt állítottak ki 50 méteren, többet nem engedhettek meg maguknak. A parancsnok úgy rendelkezett, hogy 40 méterre álljanak meg, az Alekszajevszkajai őrség gyújtott a tűztől, aztán egyezményes jelzést leadva meghatározott rendszerint néhányszor be, és kikapcsolta a lámpáját. A tűz előtt feltűnt egy fekete alak. Eléjük jött valaki, hogy ellenőrizze őket. Már messziről oda kiáltott. Maradjanak a helyükön! Ne jöjjenek közelebb! Ártyom azon tűnödött, vajon valóban megtörténhet -e, hogy egyszer azon az állomáson, amelyet mindig barátinak tartottak, nem ismerik fel, és ellenségesen fogadják őket. Az ember lassan közeledett hozzájuk. Kopott gyakorló nadrágban volt, és olyan pufajkában, amelyre vastag A betűt pingáltak, nyilván az állomás nevének kezdőbetűjét. Beesett arca borostás volt, szeme gyanakvóan csillogott, keze pedig idegesen megmegsimított a nyakába akasztott gépkarabéja csövét belenézett az arcukba, s felismerve őket elmosolyodott, majd a bizalom jeleként a hátára lökte a gépkarabét. Üdv, fiúk! Na, hogy mint? Ti mentek a riszkajára, igaz? Tudjuk, tudjuk, szóltak, gyertek! Ártjom abban a reményben, hogy senki más nem hallja meg, halkan szólt Zsenykának. Kimerőtnek látszik. Úgy érzem, nem jó dolgukban készültek egyesülni velünk. No és akkor, felelte a barátja. Nekünk is megvannak a magunk érdekei. Ha a mi kormányzatunk erre törekszik, akkor az azt jelenti, hogy szükségünk van rá. Nem szívjóságból akarjuk etetni őket. Elhagyták az 50 méteren rakott tüzet, amely mellett a második őr ült, aki ugyanúgy volt öltözve, mint az, aki fogadta őket, és a hajtány begördült az állomásra. Az Alexejevszkaja világítása nagyon rossz volt, az ott lakók pedig hallgatagnak és levertnek tűntek, de a VDNH-ral érkezetteket barátságosan fogadták. Az osztag a peron közepén élt meg, és a parancsnok cigaretta szünetet rendelt el. Ártyom és Zsenka fennmaradtak a hajtányon, hogy őrizzék. A többieket odahívták a tűzhöz. A fasisztákról meg a birodalomról én még semmit se hallottam, mondta Ártyom. Nekem mesélték már, hogy a metróban vannak való a fasiszták, felelte Zsenyka. De csak annyit mondtak, hogy a Novokuznyec vannak. Ki mesélte? Jó, ha mondta, ismerte el kelletlenül Zsenka. Hogy mennyi érdekeset mesélt ő neked? Jegyezte meg Ártion. De fasiszták tényleg vannak? Csak a helyet tévesztette el. Nem hazudott? Mentegetőzött a barátja. Ártion elhallgatott és elgondolkozott. A cigaratta szünet itt az Alefszajeszkaján legalább fél órára nyúlt. A parancsnoknak volt valami megbeszélni valója a helyi vezetővel, valószínű, hogy a majdani egyesülésről. Utána aztán tovább kell menniük, hogy a nap vége előtt beérjenek a riszkajára. Miután ott megészakáznak, elintézik a dolgokat, és megnézik a talált kábelt, futárt kell visszaküldeniük további utasításokért. Ha a kábel alkalmas lesz a három állomás közötti hírközlésre, akkor le kell fektetni, és be kell kötni a telefont. Ha viszont nem lesz jó, azonnal haza kell térniük. Ártyomnak tehát legfeljebb két nap állt rendelkezésére. Ez alatt kellett kitalálnia, milyen ürügyjel juthatná a riszkai a külső őrségein, melyek persze még gyanakvóbbak és kukacoskodóbbak, mint a VDNH külső posztjai. Teljesen érthető a bizalmatlanságuk. Ott délen kezdődik a nagy metró, és a riszkai déli őrhelyét sokkal a gyakrabban éri támadás. És ha a lakosságát fenyegető veszélyek nem is annyira titokzatosak és szörnyűségesek, mint a VDNH-ra zúduló fenyegetés, viszont hihetetlenül sokfélék a riszkajához vezető utakat védő katonák sohasem tudhatják, mire számíthatnak, és ezért mindig készen kell állniuk mindenre. A riszkajától két alagút vezetett a Prospekt Mirához. Mivel csak az egyik betemetését bizonyos megfontolásokban nem látták lehetségesnek, ezért az ittenieknek mind a kettőt őrizniük kellett. Ez túlságosan is sok erőt kötött le, ezért is volt életfontosságú a számukra, hogy legalább az északi irányt biztosítsák. Azzal, hogy egyesülnek az Alexajevskajával, és ami a legfőbb, a VDNH-val, az ő vállaikra teszik át az északi irányvédelmének terhét, és biztosítják a nyugalmat az állomások közti alagutakban, és így gazdasági célra használhatják fel őket. A vdnh pedig jó alkalmat láttak ebben arra, hogy növeljék befolyásukat, területüket és erejüket. A majdani egyesülés reményében a Riszkaja a fokozott éberséget mutattak. Be kellett bizonyítaniuk leendő szövetségeseiknek, hogy a déli határok védelmében lehet rájuk számítani. Ezért aztán egyáltalán nem volt egyszerű dolog átjutni az őrseiken egyik irányban sem. És ezt a feladatot Artyomnak egy, legfeljebb két nap alatt kellett megoldania. Nehéz, de egyáltalán nem kivihetetlen. A kérdés inkább az volt, mi lesz utána. Még ha sikerül is átjutni a déli őrsökön, egy viszonylag veszélytelen utat kell találnia a poliszhoz. Mivel sietve kellett a döntést meghoznia a vdnh Artyomnak egyáltalán nem maradt ideje arra, hogy végig gondolja, hogyan jut el oda. Otthon kifaggathatta volna az ismerős csendsereket a veszélyekről, anélkül, hogy bármilyen gyanakvást keltett volna. Zsenket viszont, vagy bárki mást az osztagból Ártiom nem akarta kérdezni, mert pontosan tudta, hogy ezzel biztosan gyanút ébreszt. Zsenka pedig egyből rájön, hogy Ártiom valamiben töri a fejét. Ártiomnak se a Rizkaján, se az Alexejevszkaján nem volt barátja, ismeretlenekben pedig nem óhajtott megbízni egy ilyen fontos kérdésben. Kihasználva is Zsenka elment csevegni egy lányjal, aki tőlük nem messze a peronon üldögélt. Ártyom sutyomban kivette a hátizsákjából, egy már rég nem létező bolha piacot reklámozó, szélein megbarnult szórólap hátoldalára nyomtatott, apró metrótérképet és egy ceruzacsonkkal bekarikázta a poliszt. Olyan egyszerűnek és rövidnek tűnt az út, Azokban a mitikus, rég volt időkben, amelyekről a parancsnok mesélt, amikor az embereknek nem kellett fegyvert vinniük magukkal, amikor egyik állomásról a másikra utaztak, sőt akkor sem hát kellett szállniuk és egy másik vonalra kerültek, azokban az időkben, amikor az út az egyik végállomástól a másikig egy órába telt, azokban az időkben, amikor az alagutakat csak a dübörögve száguldó vonatok lakták, akkor a VDNH és a Polisz közti távolságot gyorsan és akadálytalanul meg lehetett tenni egy szárnyvonalon a Turgenevszkajáig, ott átjáró van a Csiszti-Eprúdira, ahogy Ártyom ősrégi térképen nevezték, vagy a Kirovszkajára, ahogy újra átnevezték most a kommunisták, és a Vörös Szokolnyi vonalon egyenesen a Poliszhoz. A vonatok és a nappali fényt lámpák korában egy ilyen út 30 percet sem vett volna igénybe. De azóta, hogy a vörös vonal szavakat nagy kezdőbetűkkel kezdték írni, hogy bíbor színű lobogó lengett a csisztéje vezető átjáró felett, és persze már nem is Csisztéje Prudi volt a neve, gondon is sem lehetett arra, hogy a legrövidebb úton próbáljon meg eljutni a poliszba. A vörös vonal vezetése az ismert körülmények miatt felhagyott azokkal a kísérleteivel, hogy kiterjesztve rájuk a szovjetek hatalmát, erőszakkal boldogítsa az egész metró lakosságát, és új daktlinát fogadott el, mely lehetségesnek tekintette a kommunizmus egy metró való felépítését. Bár álmáról nem volt képes lemondani, és továbbra is Vladimir Ilyich Lenin metrónak nevezte az egész metrót, ez irányban már régóta nem tett egyetlen gyakorlati lépést sem. Ugyanakkor viszont látszólagos békeszerető jellege ellenére a rezsim belső, paranoiás lényege mit sem változott. A belső elhárítás ügynökeinek százai, melyet a megszokás és bizonyos nosztalgia okán KGB-nek neveztek, folyamatosan megfigyelte a vörös vonal boldog lakosait érdeklődésük pedig szinte határtalan volt a más vonalakon érkezett vendégek iránt. A vörösök vezetőségének külön engedélye nélkül senki nem juthatott be egyik állomásukra sem. Az állandó útlevél ellenőrzés, a totális megfigyelés és az általános beteges bizalmatlanság azonnal leleplezte mind az odatévet csavargókat, mind az odaküldött kémeket. Az előbbieket ugyanúgy kezelték, mint az utóbbiakat. Mindegyikükre igen szomorúk sors várt. Ártjöm ezért nem is gondolhatott arra, hogy a poliszra három olyan állomáson és három olyan vonalszakaszon átjusson el, amelyek a vörös vonalhoz tartoznak. De valószínűleg nem is lehetett volna ilyen egyszerű az út a szívébe. A poliszba. Már maga az elnevezés. Ha valaki kiejtette a száján egy beszélgetésben, arra késztette ártyomot, sőt másokat is, hogy áhítattal elhallgasson. Még most is tisztán emlékezett rá, mikor a legelső alkalommal hallotta ezt az ismeretlen szót mostohapja egyik vendégétől, és aztán, amikor a vendég elment, halkan megkérdezte a szuhajt, hogy mit jelent. A mostohapja akkor kutatóan nézett rá, és alig észrevehető vágyódással a hangjában válaszolta: Ez, Árt alig hanem az utolsó hely a Földön, ahol az emberek emberhez méltó módon élnek, ahol még nem felejtették el, hogy mit jelent az, hogy ember, és hogyan kell ennek a szónak hangzania. Mostohapja keserűen elmosolyodott, és hozzátette: Ez, a város. A Polisza Moszkvai metró legnagyobb átjárójának terén volt, négy különböző vonal kereszteződésében és négy teljes metróállomást foglalt magában az Alekszandrovszki szádot, az Arbeckaját, a Borovickaját és a Bibliotéka imennyi Lenyinát, az őket összekötő átjárókkal együtt. Ezen a hatalmas területen helyezkedett el a civilizáció utolsó igazi otthona, az utolsó hely, ahol úgy élt a sok ember, hogy a csak egyszer is adavetődött vidékiek nem is nevezték másként ezt a helyet. Csak városnak. Valaki aztán más nevet adott a városnak, ami ugyanazt jelentette. Polisz. És aztán rajta maradt ez az idegen név. Talán amiatt, hogy ebben a szóban egy hatalmas és gyönyörű ősi kultúra távoli és alig érzékelhető visszhangja csengett, mely mintha védelmet ígért volna a lakosainak. A polis a metró számára kivételes jelenség maradt. Ott és csak ott... Még lehetett találkozni azoknak a régi és különös ismereteknek az őrzőivel, amelyek a metró rideg, új törvények szerint élő világában egyszerűen használhatatlanok voltak. Ezek az ismeretek majdnem minden állomás, lényegében az egész lassan káoszba és tudatlanságba süllyedő metró lakosainak számára haszontalanná váltak, akár csak birtokosaik. A mindenünnen elüldözöttek, a maguk egyetlen menedékét találták meg a poliszban, ahol mindig tártkarokkal fogadták őket, mert itt az ő szellemi testvéreik kormányoztak. Mert a poliszban és csak a poliszban lehetett olyan agg professzorokkal találkozni, akiknek valamikor saját tanszékük volt azokon a dicső egyetemeken, amelyek most félig romokban hevernek, üresen tátonganak, a patkányok és az enyészet martalékai lettek. Csak ott éltek még művészek, színészek, költők. Az utolsó fizikusok, kémikusok, biológusok. Azok, akik a koponyájukban őrizték mindazt, amit az emberiségnek sikerült elérnie, és megismernie a szakadatlan fejlődés évezredei során. Azok, akiknek a halálával mindez örökre elveszett volna. A polisz azt a területet foglalta el, ahol valamikor annak a városnak a központja volt, amelyről a metrót is elnevezték. Épp a polisz fölött emelkedett a bibliotékai mennyi Lenyinának, a letűnt kor leghatalmasabb információtárának épülete. Könyvek száz ezreivel, számtalan nyelven, amelyek alig hanem felöleltek minden területet, amelyen valahis dolgozott az emberi elme. Minden lehetséges betűfajtával, jelekkel, hieroglifákkal teli papírok százezer tonnáival, melyeknek egy részét már nem volt, aki olvassa, hiszen a nyelvek, amelyeken írottak, kihaltak, az őket beszélő népekkel együtt de a könyvek hatalmas része még olvasható és felfogható volt, és azok az évszázadok óta halott emberek, akik írták őket, még sokat tudtak mondani a mai élőknek. Mindazon kevés konfederáció, birodalom, vagy egyszerűen csak erős állomás közül, amelyek képesek voltak expedíciókat indítani a felszínre, a könyvekért egyedül a polisz küldött stalkereket. Csak a poliszban volt akkora értéke az ismereteknek, hogy készek voltak önkéntesei kéretét kockáztatni értük, mesébe illő honoráriumokat kifizetni zsoldosoknak, és anyagi javakat megtagadni maguktól, hogy szellemi javakhoz jussanak. És vezetőségük látszólagos életetlensége és idealizmus ellenére a polisz évről évre helytelt, a bajok elkerülték, és ha valami fenyegette a biztonságát, úgy tűnt, hogy az egész metró kész összefogni a védelmében. Azoknak az utolsó ütközeteknek az utórezgései, melyek a vörös vonal és a hanza közötti emlékezetes háború idején zajlottak le itt, már lecsillapodtak, és a poliszt újra a sebezhetetlenség és a jólét aurája lengte be. És amikor Ártiom erre a csodálatos helyre gondolt, egyáltalán nem találta különösnek, hogy az odavezető út nem egyszerűen csak nehéz lesz, hanem minden bizonyal bonyodalmas is, teli veszélyekkel és megpróbáltatásokkal, máskülönben odavesznek céljának titokzatossága és igézete. Míg a Kirovszkaján keresztül, majd a vörös vonalon a bibliotéka imennyi lenyináig lehetetlennek, és túl kockázatosnak tűnik az út, addig a hanza őrségein és a gyűrűn való átjutást meg lehet próbálni. tűnődött Ártion a megsárgott térképet nézegetve. Ha például sikerülne akár valamilyen ürügyjel, megdumálva az őrséget, akár harccal vagy valahogy másképpen a hanza belső területeire jutnia, akkor a poliszba vezető út elég rövid lenne. Ártion rátette az ujját a térképre, és követte vele a vonalakat. Ha a prospekt jobbra fordulna a gyűrűn, akkor csupán két hanza állomáson keresztül már a Kurszkajához jutnak ki. Ott átmehetne az Árbackó Pokrovszkaja vonalra, onnan pedig már karnyútásnyira van az Árbackaja. Azaz maga a polisz. Igen. Útközben ott a Ploscságy Revolyú melyet a háború után a vörös vonal kapott meg a bibliotyi cserébe, viszont a vörösök garantálták a szabad áthaladást minden utazónak. Ez volt a békeszerződés egyik fő előírása és mivel Ártyomnak egyáltalán nem áll szándékában belépni magára az állomásra, csupán el akar haladni mellette, elvben kötelesek akadálytalanul átengedni. Miután át gondolta, úgy döntött, hogy egyelőre ennél a tervnél marad, és útközben megpróbál részleteket megtudni azokról az állomásokról, amelyeket majd érintenie kell. És ha valami mégsem úgy alakulna, mondta magában, akkor még mindig lehet találni valamilyen tartalék útvonalat. Ahogy nézegette a vonalak hálózatát és az átszálló állomások rengetegét, arra gondolt, hogy a parancsnok talán kicsit túlzott, amikor még a legkisebb metrótak esetében is a nehézségeket ecsetelte. Például a Prospekt Miránál nem csak balra lehet fordulni, hanem jobbra is. Ártion végigvezette újját a gyűrűn. A Kievszkajáig, és ott vagy a Filjovszkaja, vagy az Árbáckó Pokrovszkaja vonalra vezető átjáron keresztül csak két vonalszakasz a poliszig. Már nem látott teljesíthetetlennek a feladatot. Ez a kis térkép gyakorlat jót tett a maga biztosságának. Most már tudta, hogyan cselekedjen, és szilárdan elhatározta, hogy amikor a karaván elér a riszkajára, nem fog visszatérni az osztaggal a VDNH-ra, hanem folytatja útját a polisz felé. Nézegeted? kérdezte közvetlenül a füle mellett a visszatért Zsenka, akit a gondolataiba merülő Ártiom nem vett észre. Ártiom ilyetében felugrott a helyéről, és zavartan igyekezett eldugni a térképet. Á, de hogy, én csak... Megszerettem volna keresni a térképen azokat az állomásokat, ahol ez a birodalom van, amelyről az előbb meséltek. Na, és megtaláltad? Nem? Ej, te! Na, ad ide, megmutatom! Mondta fölényes Zsenka. Ő sokkal jobban tájékozódott a metróban, mint Ártyom. Vagy más vele egykorúak, és erre nagyon büszke volt. Kapásból hibátlanul rábökött a hármas átjáróra, a csehovszkaja, a Puskinskaja és a tverszkaja között. Ártyom felsóhajtott meg ülésében. Zsenyka viszont úgy vette, hogy az irigységtől. Semmi vész, eljön majd az idő, amikor ugyanúgy eligazott ebben, mint én, mondta Zsenyka vigasztalóan. A maz ma elismerő képet vágott, és sietett más témára terelni a beszélgetést. És meddig tart még a pihenő? kérdezte. Ifjúság! Indulás! Halacott a parancsnok öblös basszusa, és Ártyom megértette, hogy a pihenőnek vége. Enni viszont ilyen formán nem maradt ideje. Ismét rájuk került a sorzsenykával fönt a hajtányon. Megnyikordultak a hajtókarok, dobogni kezdtek a betonon a szurkos vászon és újra bementek az alagútba. Ezúttal az osztag némán haladt előre, és csak a parancsnok magyarázott valamit menet közben, halkan, kirilnek, akit odaintett maga mellé. Hallgatózni átjomnak se kedve, se ereje nem volt. Minden energiáját igénybe vette az átkozott hajtány, a magára maradt végzáró katona egyáltalán nem érezte jól magát a bőrében, és minden pillanatban ilyetten tekingetett hátrafelé. Átjon feléje fordulva dolgozott a hajtányon, és jól látta, hogy hátul az égvilágon semmi rettenetes nincs, de a vállánát előre az alagút felé nézni maga is nagy késztetést érzett. Ez a félelem és bizonytalanság mindig nyomasztotta, és nem csak őt. Minden egyedül utazó ismeri ezt az érzést. Külön elnevezés is volt rá. Az alagút iszony amikor megy az ember az alagútban, különösen, ha nem elég erős a lámpája, mindig úgy tűnik, hogy a veszély közvetlenül ott leselkedik a háta mögött. Néha ez az érzés olyan erőssé válik, hogy a tarkóján érzi az ember valakinek a súlyos tekintetét, vagy nem csak azt. Ki tudja, ki vagy mi van ott, és hogyan látja a világot. Így aztán előfordul, hogy elviselhetetlenül nyomasztja, és nem bírja tovább. Villám gyorsan megfordul, és beledöv a sötétségbe a fénysugárral, de nincs ott senki, Csend van, üresség. Mintha csak nyugalom volna. De amíg hátrafelé néz, és annyira vizsgatja a sötétséget, hogy belefájdul a szeme, az összesűrűsödik a háta mögött, már megint a háta mögött, és szeretne megint előre rohanni. Belevilágítani a lámpájával az alagútba, nincs -e ott valaki, nem lopakodott-e elő valaki, amíg ő az ellenkező irányba tekingetett. És újra. De a legfőbb, hogy ne veszítse el az önuralmát, ne engedjen ennek a félelemnek, hogy megőrizze magát, ez az egész csak képzelgés, hogy nincs mitől félnie, hogy nem is volt mit meghallania. Csak hogy nagyon nehéz úrá lennie magán az embernek, különösen, ha egyedül megy. Sokan vesztették már el az eszüket így. Még akkor sem tudtak megnyugodni, amikor már elértek egy lakott állomásra. Később aztán valamennyire magukhoz tértek ugyan, de arra már nem tudták rávenni magukat, hogy újra bemenjenek az alagútba. Rögtön elfogt őket ugyanaz a nyomasztó nyugtalanság, melyet ugyan a metró minden lakója ismer, az ő számukra viszont kibírhatatlanná vált. Ne félj, én figyelek! kiáltotta oda bátorítólag a végzárónak. Az bólintott, de néhány perc múlva már nem bírta tovább, és megint hátra nézett. Nem könnyű. Szerjós egyik ismerőse éppen így hibbant meg mondta halkan Zsenyka, amikor rájött, hogy Árti, amire gondol. Igaz, neki egészen komoly oka volt rá. Elhatározta, hogy egyedül megy végig azon az alagúton, a Szuharjovszkaján emlékszel, amelyikről múltkor meséltem neked. Tudod, ahol csak karavánban szabad menni. Túlélte a srác, és tudod, miért élte túl? Mosolygott Zsenka. Mert száz méternél messzebbre nem volt merszebe menni. Pedig amikor elindult, még nagyon vitézlegény volt. Ne, eh, húsz perc múlva visszajött. A szeme kimerett, a haja égnek a rémülettől, egy értelmes szót nem volt képes kinyögni. Egy mukkot sem tudtak kiszedni belőle. Azóta összefüggéstelenül beszél. Jobbára csak ordít. Az alagútba a lábát se teszi be. Ott kódorog a szuharjovszkaján és kéreget. Most jött a falu bolondja. Világos a tanulság? Világos, mondta bizonytalanul Ártyom. Az osztag egy ideig teljesen csendben haladt. Ártyom újra a gondolataiba merült, és elég hosszan lépdelt így, igyekezve kitalálni valami hihetőt, amit a rizskajáról kimenet az őrsön hazudhatna. Így ment egészen addig, amíg meg rá nem jött, hogy zavarja a gondolkodásban az az egyre erősödő furcsa zúgás, mely szemből az alagútból jött. Ez a zúgás, mely eleinte alig érződött, valahol a hallható és az ultrahang bizonytalan határán volt, lassan és egyáltalán nem észrevehetően erősödött, így aztán nem lehetett meghatározni, mikortól kezdte hallani. Amikor pedig tudatosult benne, a hang már elég erős volt, leginkább sípoló, érthetetlen és nem emberi suttogásra emlékeztetett. Ártjom gyorsan a többiekre nézett. Összehangoltan és némán mentek. A parancsnok már nem beszélgetett Kirillel. Zsenyka a maga gondolataival volt elfoglalva, a végzáró pedig nyugodtan nézett előre. Felhagyott az ideges forgolódással. Egyikük sem mutatta a nyugtalanság legkisebb jelét sem. Semmit sem hallottak. Semmit. Ártjom félni kezdett. Teljesen értetetlen és ijesztő volt az osztag nyugalma és hallgatása, mely egyre feltűnőbb volt, ahogy a sípolás erősödött. Ártyom elengedte a hajtókat, és teljesen felegyenesedett. Zsenyka csodálkozva nézett rá. A tekintete tiszta volt, a szemében nyoma sem volt kápszernek, vagy hasonlónak, amitől Ártyom tartott. Mit csinálsz? kérdezte miatatlankodva. Elfáradtál, vagy mi? Szólhattál volna, te meg csak úgy elengeded. Te nem halasz semmit? kérdezte értetlenkedve ártyom, és volt valami a hangjában, amitől Zsenka is elkomolyodott. Ő is figyelni kezdett, de a munkát nem hagyta abba. A hajtány azonban lelassult, mert Ártion továbbra is csak zavart képpel áldogált, a rejtélyes hang foszlányaira fülelve. A parancsnok felfigyelt rá és megfordult. Mi van veletek? Lemerültek az elemek? Maga nem hall semmit? kérdezte tőle is Ártion és a lelkébe rögtön az a rossz érzés lopózott be, hogy valójában nincs is semmiféle zúgás, hiszen senki nem hall semmit. Csak nála mentek el otthonról, egyszerűen csak képzeleg a félelemtől. A mindenféle történetektől, meg a végzáróháta mögött egy lépéssel az osztag mögött makacsú nyomuló sötétségtől. A parancsnok ágyparancsolt, hogy a hajtányi korgása és a csizmák dobogása ne zavarja, és megállt. Kezét rácsúsztatta a gépkarabélyára, mozdulatlanul állt, és félfülével az alagút felé fordulva feszülten figyelt. A különös hang még mindig hallatszott. Ártyom most tisztán hallotta, és minél kivehetőbbé vált, annál fegyelmesebben nézte a parancsnok arcát, próbálva leolvasni róla, vajon hallja-e ő is azt, ami Ártyom agyát egyre erősödő nyugtalansággal töltötte el. A parancsnok arcvonásai azonban szép lassan meglágyultak, és Ártyomot mardosó szégyen öntötte el. Hogy is ne, az osztag valami semmiség miatt telt meg, mert ő berezelt, és ráadásul még másokat is megijesztett. Láthatólag Zsenka sem hallott semmit, bár igyekezett. Aztán végül abba hagyta a feszült fülelést, és kaján mosolyan nézett Ártiomra, majd a szemébe nézve megkérdezte. Narkó? Ugyan menj már, csattant fel Ártiom. Mi van veletek? Minnek süket ültetek? Szóval narkó, intézte el a dolgot Zsenka elégedetten csend van, egy nesz sem hallani. Alig, ha nem csak képzelődtél. Semmi baj, előfordul, ne görcsölj, Ártyom. Dőj neki, és gyerünk tovább, mondta a parancsnok kíméletesen, átérezve a helyzetet, és maga ment előre. Nem volt mit tenni. Ártyom visszaállt a helyére. Komolyan igyekezett meggyőzni magát arról, hogy a suttogást csak képzelte, hogy ez az egész a feszültség miatt van, Igyekezett ellazulni, és nem gondolni semmire abban a reményben, hogy a nyugtalanul csapongó gondolatokkal együtt ezt az átkozott zugást is sikerül kiverni a fejéből. Egy időre sikerült kikapcsolni a gondolatait, de kiüresedett fejében a hang most valósággal dübörgővé vált, és aztán csak egyre erősödött, ahogy mind mélyebben haladtak előre délfelé. Ártyam hirtelen észrevette, hogy Zsenka csak egy kézzel dolgozik, a másikkal láthatólag oda se figyelve mit csinál a fülét dörzsöli. Az ő fülében már annyira felerősödött a hang, hogy úgy rém lehet, mintha az egész metrót betölteni. – Mit csinálsz? – suktod a zsenykának. – Nem tudom, edugult. – Viszket valahogy – mondta Zsenka. – És nem hallasz semmit? – kérdezte félénk reménykedéssel Ártion. – Nem, hallani nem hallok semmit, csak valahogy nyom – suttogta vissza Zsenka, és a korábbi iróniának nyoma sem maradt a hangjában. Az ógás most lett a legerősebb, és Ártiam akkor jött rá, honnan jön. Az egyik cső, amely az alagút falának hosszában volt lefektetve, és kommunikációs vonalakat, meg az ördög tudja még mit nem tartalmazott, ezen a helyen mintha szétszakadt volna, és pontosan ez a fekete, mindenfelé meredező, szétszakadt vasdarabok szegélye ezt a torok adta ki magából ezt a különös hangot. A cső mélyéből jött, és amikor Ártiam éppen arra gondolt, hogy vajon miért nincs benne se semmiféle vezeték, se más, csak a teljes üresség és feketeség a parancsnok hirtelen megállt, és lassan, erőködve azt mondta: Emberek, itt most cigarettaszünetet tartunk, valahogy nem érzem jól magam. Olyan kábaság fogott el. Bizonytalan léptekkel indult a hajtány felé, hogy leüljön a szélére, de egy lépéssel előtte hirtelen elterült a földön, mint egy zsák. Zsenka zavarodottan nézett rá, és közben már mindkét kezével a füleit dörzsölte, és nem mozdult a helyéről. Kirél valami okból csak ment tovább egyedül, mintha mi sem történt volna, s nem reagált a kiáltásaikra. A végzáró leült a sinre, és váratlanul gyerekes gyámolatlansággal sírni kezdett. A lámpája fénye az alagút mennyezetébe fúrodott, és így alulról megvilágítva a jelenet még vésziós lopképet mutatott. Ártyomat elfogta a rémület. Nyilvánvaló, hogy az egész osztagból csak az ő ítélő képessége nem homályosodott el, de a hang teljesen elviselhetetlenné vált, és nem hagyta, hogy egy akár csak valamennyire is épkézláb gondolatra jusson. Kétségbeesésében befogta a fülét, és ez valamit segített. Aztán lendületből lekevert egy pofon zsenkának, aki elbutult képpel dörzsölgette a fülét, és ráordított, próbálva túlhassogni a zúgást, elfelejtve, hogy azt egyedül csak ő hallja. Fogd a parancsnokot! Tedd fel a hajtányra! semmiképp sem maradhatunk itt. El kell tűnnünk innen. És felkapva az elejtett lámpát, Kirill után vetette magát, aki mint holdkóros, ment tovább vakon, mert lámpa nélkül már olyan sötét volt ott, hogy szinte belefájdult a szem. Szerencsére Kirill lassan ment. Néhány hosszú ugrással Ártyomnak sikerült utalérnie, és rácsapott a vállára, de Kirill csak ment tovább, és egyre inkább eltávolodtak a többiektől. Ártyom eléje szaladt, és lámpájával belevilágított az arcába a szeme csukva volt, de aztán Kirill hirtelen egy fintort vágott és megbotlott. Ártyom akkor egy kézzel megtartotta, a másikkal felhúzta a szemhéját, és egyenesen a pupillájába világított. Kirill felkiáltott, pislogni kezdett, a fejét rázta, és egy másodperc tört része alatt, mintha magához tért volna. Kinyitotta a szemét, és értetlenül nézett Ártyomra. Mivel a lámpa elvakította, szinte semmit sem látott, és Ártyomnak a karjánál fogva kellett visszavonszolnia a hajtányhoz. A hajtányon ott feküdt a parancsnok élettelen teste, mellette ott ült zsenyka, ugyanazzal az ostoba kifejezéssel az arcán. Otthagyva kirílt a hajtánynál, Ártjom odaugrott a végzáróhoz, aki a sinen ülve egyre csak sírt. Ahogy belenézett a szemébe, Ártjom fájdalommal és szenvedéssel teli tekintetet látott, és annyira erős volt ez az érzés, hogy hátra tántorodott tőle, miközben érezte, hogy az ő könnyei is akaratlanul kicsordulnak. Mind, mind meghaltak. Annyira fájt nekik! értette meg az okogáson keresztül. Ártyom megpróbálta felállítani a végzárót, de az kitépte magát, és váratlan düvel kiáltotta. Disznók! Állatok! Nem megyek veletek sehova! Itt akarok maradni! Olyan magányosok itt! Annyira fáj nekik itt! És ti el akartok vinni? Mindenben ti vagytok a bűnösök! Sehova sem megyek! Sehova! Hagyjál, hallod? Ártyom előbb egy pofont akart neki adni, azt remélve, hogy attól valamennyire magához tér, de attól félt, hogy ebben a feldúlt állapotában az még visszatalálja adni. Helyett térdre ereszkedett a végzáró előtt, és nagy nehezen leküzdve a fejében tomboló zúgást, szeliden mondta, maga sem értve igazán, hogy miről is van szó. De hisz te segíteni szeretnél nekik, igaz? Szeretnéd, hogy többé ne szenvedjenek. Könnyein át a végzáró ártjomra nézett, és az arcán bátortalan mosolya suttogta. Persze, Persze, hogy segíteni szeretnék nekik. Akkor segítened kell nekem. Ők azt akarják, hogy segíts nekem. Gyere a hajtányhoz, és állj a hajtókarokhoz. Segítened kell, hogy eljussunk az állomásra. Ezt mondták neked? Nézett Ártyomra bizalmatlanul a végzáró. Igen, felelte határozottan Ártyom. És aztán visszaengedsz ide hozzájuk? A szavamat adom, hogyha vissza akarsz ide jönni, akkor visszaengedlek biztosította Ártiom, és a daráncig a hajtányhoz, mielőtt még meggondolhatta volna magát. Miután odállította a gépiesen engedelmeskedő végzárót, zsenkát és kirilt a hajtókarokhoz, s középre tuszkolta a még mindig eszméletlen parancsnokot, Ártiom az oszta és állt, s gépkarabélyát a sötétségre irányozva, gyors léptekkel elindult. Maga is meglepődött, amikor meghallotta, hogy a hajtány jön utána. Artyom érezte, hogy hátát fedezetlenül hagyva, megengedhetetlen dolgot cselekszik, de tudta, most az a legfontosabb, hogy eltűnjenek erről a szörnyű helyről. A karoknál most hárman voltak, és az osztag gyorsabban haladt, mint mielőtt megálltak. Ártjom megkönnyebbülve érezte, hogy enyhül az utálatos zúgás. Újra meg újra rákiabált a többiekre, hogy ne csökkentsék a tempót, míg egyszer csak Zsenka teljesen józan és csodálkozó hangját hallotta. Te meg mit parancsolgatsz itt? Ártjom, megértve ebből, hogy elhagyták a veszélyes zónát, ilyet adott a megállásra, visszament az osztakhoz, és erejét veszt vele a földre, hátát a hajtánynak támasztotta. Fokozatosan mindenki magához tért. A végzáró már nem sírdogált, és csak a halántéket dörzsölgette, értetlenül nézegetve körbe. Megmoccant és tompán nyögve állt fel a parancsnok, panaszkodva, hogy majd szétreped a feje. Fél óra múlva tudtak tovább haladni, Ártyamon kívül senki nem emlékezett semmire. Tudod, valami nyomasztó dolog zúdult rám. A fejemben összemosódott minden, és aztán egyszer csak minden elsötétedett. Megesett ilyen már velem, gáz miatt az egyik alagútban, messze innen. De ha gáz lett volna, annak másként kellett volna hatnia. Egyszerre mindenkire, nem válogatva. És te végig hallottad ezt a te hangodat? Különös dolog, ez mondhatom. Gondolkodott el hangosan a parancsnok meg az is, hogy nyikit a bőgött. Figyelj, Vasziljics, kit is sajnáltál te? kérdezte a végzárót. Tudja a fene, nem emlékszem. Az Azaz, hogy egy perce még derengett valami, de aztán valahogy elpárolgott. Olyan ez, mint az álommal. Mikor felébredsz, még mindenre emlékszel, és tisztán látod magad előtt. De ahogy eltelik pár perc, és magához tér az ember, már kész, törölve. Csak valami foszlányfélék. Most is ugyanígy van, Emlékszem, hogy valakit nagyon sajnáltam. De hogy kit és miért? Törölve. Maga akart ott maradni az alagútban, örökre, velük. Én pedig megígértem, hogy megengedem majd, hogy visszajöjjön ide, ha annyira akar. Mondta Ártiom, és a szemes sarkából nézte Nyikitát. Hát, akkor most mehet? Tette hozzá, és elmosolyodott. Már nem akarok. Köszönöm. Felete komoran Nyikita, és összerázkodott. Valahogy meggondoltam magam. Na jól van emberek, elég a locsogásból. Ne áldogáljunk már itt az alagút közepén. Előbb jussunk oda, aztán majd megbeszéljük. Meg még haza is kell majd mennünk. Bár csak a jó Isten a megmondhatója, hogy egy ilyen napon oda keveredünk-e a végén. Indulás! zárta le a parancsnok. Ártyom, figyelj, te velem jössz. Ma olyan hősféle lettél itt nekünk. Tette hozzá váratlanul. Kirill a hajtány mögött foglalta el a helyét, Zsenyka minden tiltakozás ellenére a karoknál maradt, Nyikita Vassziljevicssel, és elindultak. Azt mondott, hogy eltörött ott a cső, és ezt a zúgást onnan hallottad? Tudod, Ártiam, lehet, hogy valójában mi süket fajankók vagyunk, és nem hallunk semmit. Neked alig, hanem különös érzéked van ehhez a nyavajához. Szerencséd volt ezzel a dologgal, fiú. Elmélkedett a parancsnok. Nagyon furcsa, ami ebből a csőből jött. Azt mondott, hogy üres volt. A fene tudja, mi megy bennük. Folytatta, miközben aggodalmasan tekingetett az alagút falai mellett kígyózva tekergőző csövekre. A riszkajáig már igen kevés maradt hátra. Negyed óra múlva távolban feltűntek az őrstüzének fényei, a parancsnok lassított és lámpájával leadta az egyezményes jelet. Az őrhelyen gyorsan, minden húzavona nélkül átengedték őket, és a hajtány megördült az állomásra. A riszkaja jobb állapotban volt, mint az Alexejevskaja. Valaha régen az állomás fölött egy nagy piac volt. Nem kevés kiskereskedő volt azok között, akik akkor le tudtak érni a metróba, és megmenekültek. Vállalkozó kedvű nép lakott itt azóta. No meg az is meglátszott a jólétükön, hogy közel volt a Prospect Mira állomáshoz, azaz, hát a Hanzához, a fő kereskedelmi útvonalokhoz. Villanyvilágításuk volt, ugyanolyan vészvilágítás, mint a vdnh -n. Az őrök régi, elnyűtt, gyakorló ruhát viseltek, amely azért mégis sokkal hatásosabban mutatott, mint az Alexajevszkaján azok a festett pufajkák. A vendégeknek külön sátrat jelöltek ki. Gyors visszaindulásra nem volt kilátás. Nem volt világos, mi ez az újfajta veszély az alagútban, és hogyan birkóznak majd meg vele. Az állomás vezetősége és a VDNH kis parancsnoka tanácskozásra ült össze, így a többiek szabadon eldönthették, mivel ütik el az időt. Az elcsigázott és idegileg kimerült Ártiom azonnal hasra vágta magát a fekhelyen. Nem volt álmos, de minden ereje elhagyta. Azt ígérték, hogy pár óra múlva ünnepi vacsorát adnak a vendéges számára, és vendéglátói jelentősíteljes teljes kacsingatásából és sutyorgásából ítélve húsra is számíthattak. Addig viszont nem maradt más, mint feküdni, és nem gondolni semmire. A sátor falain kívül erősödött a lárma. A lakomát közvetlenül a peron közepén rendezték, ahol a főtűzrakás égett. Ártjan kíváncsian kinézett. Néhány ember a padlót takarította, és egy ponyvát terített szét, nem messze a síneken egy disznót bontottak fel, és egy acélhúzat daraboltak fogókkal, ami saslikot ígért. A falak szokatlanok voltak itt. Nem márványból készültek, mint a vdnh és az Alekszajewska-ján, hanem sárga és vörös lapokkal voltak kirakva. Ez az összeállítás valamikor elég vidáman nézhetett ki. Igaz, mostanra a csempékre és a vakolatra korom és zsír rakódott, de a korábbi otthonosság azért valamennyire megmaradt. De ami a fő, a másik vágányon, félig az alagútban, egy igazi vonat állt. Igaz, az ablakai be voltak törve, és az ajtajai nyitva voltak. Vonattal egyáltalán nem minden vonal szakaszon, és nem minden állomáson lehetett találkozni. A két évtized alatt sokat közülük, különösen azokat, amelyek akkor az alagutakban rekedtek és szállásra nem voltak alkalmasak, az emberek kocsinként kihúzták, és minden állomás a maga szükségletei szerint használta fel a kerekeket, az ablaküvegeket és a burkolatokat. Ártiamnak a mostohapja mesélte, hogy a Honzán az egyik vágányról külön azért takarították el a vonatokat, hogy a teher és utasszállító hajtányok akadálytalanul tudjanak közlekedni. A hírek szerint ugyanígy jártak el a vörös vonalon is. Abban az alagútban, amelyen ők mentek a VDNH-ról a Prospekt miráig, egyetlen egy vagon sem maradt, de ez inkább csak véletlen lehetett. Lassanként gyülekezni kezdtek a helyiek, a sátorból előjött az álmos zsenyka, fél óra múlva felvonult a helyi főnökség is Ártya Mosztagának parancsnokával együtt, és az első húsokat feltették a parázsra. A parancsnok és az állomás vezetősége sokat mosolygott és tréfálkozott, nyilván elégedettek voltak a tárgyalások eredményével. Hoztak valamilyen helyi kotyvalékkal teli ballont, mondták a tósztokat, és mindenki virágos kedve derült. Ártyom rágta a saslikját, nyalogatta az ujjára lelecsorgó forró zsírt, és közben a parázsló széndarabokat nézte, amelyek meleget, hihetetlen otthonosságot és nyugalmat árasztottak. Te húztad ki őket a csávából? Szólította meg Ártyomot egy ismeretlen ember mellette, aki néhány perce már fürkészve méregette. Ártyom összerezzent, mivel teljesen a gondolataiba és a tűzben parázsló zsarátnokok nézésébe merült. Észre sem vette, hogy van valaki mellette. Ezt meg ki mondta magának? Válaszolt kérdéssel a kérdésre Ártyom, és alaposan megnézte az ismeretlent. Rövidre volt nyírva a haja, baratvállatlan volt, durva, de láthatóan tartós bőrkabátja alól kilátszott meleg matrózinge. Ártyomnak semmi gyanúsat nem sikerült felfedeznie benne. Beszélgető partnere külsőre egy közönséges csendcsere hasonlított. Abból meg rengeteg volt a rizskaján. Hogy ki? A brigadérosatok is mondta... Bicentett Amaza parancsnokra, aki kissé oldaltálva élénken beszélgetett. Hát én. Ismerte el kényszeredetten Ártyom. És bár nem is olyan régen még azt tervezte, hogy néhány hasznos ismerettséget köt majd a riszkaján, most, hogy erre pompás alkalom kínálkozott, valami miatt hirtelen rossz érzése támadt. Burbon vagyok. Téged hogy hívnak? Folytatta az érdeklődést a férfi. Burbon? Csodálkozott Ártyom. Hogyhogy hogy, hogy Burbon? Az nem valami király volt? Nem, kölyök. Az egy fajta volt. Tudod, olyan tüzes víz. Igen, feldobta a hangulatot, ahogy mondják. Szóval, hogy is hívnak? Érdeklődött újra a férfi. Ártiam. Ide figyelj, Ártiam. Mikor is mentek vissza? Próbálkozott tovább burban, ami ártyomat még inkább gyanakvásra késztette. Azt én nem tudom. Most senki sem tudja pontosan megmondani, hogy mikor megyünk vissza. Ha hallotta, hogy mi történt velünk, maga is megértheti, felelte ellenségesen Ártyom. Éde, figyelj, tegezzél már, nem vagyok én annyival idősebb, hogy itt. Röviden, mit is akarok kérdezni? Dolgom van veled, kölyök. Nem veletek mindőtökkel, hanem csak, hogy úgy mondjam veled, személyesen. Nekem, izé, szükségem van a segítségedre. Érted? Egy rövid időre. Ártyom semmit sem értett. A férfi zavarosan beszélt, és volt valami a kiejtésében, amitől a rossz érzése támadt. Ártion most semmit sem kívánt annyira, mint hogy befejezhesse ezt az érthetetlen beszélgetést. Figyúzköljök, lazíts már egy kicsit! Mint ha csak megérezte volna a kétségeit, Burban sietett eloszlatni őket. Semmi meredek, minden tiszta. Legalábbis majdnem minden. Röviden, a következőről van szó. Tegnap előtt a mieink elmentek a szuharjov kajáig, egyenesen a vonalon de nem értek oda. Csak az egyikük keveredett vissza. Semmire sem emlékszik. A prospektre úgy futott be, hogy taknyonyála nyála összefolyt. Zokogott, mint az a tiétek, akiről a brigadírosatok beszélt. A többiek nem kerültek elő. Talán később kijutottak a szuharjovkajára, vagy megesett, hogy többé nem jutottak ki sehová, mert onnan harmadik napja nem jött ki senki a prospektre. Innen meg már oda nem akar menni senki. Valamioknál fogva nem akaródzik nekik oda menni. Röviden szóval. Azt hiszem, hogy ez ugyanaz a korság, mint ami veletek esett meg. Amikor a brigadírosatokat hallgattam, mindjárt erre gondoltam. Hiszen ugyanaz a vonal. A csövek is ugyanazok. Burban ekkor hirtelen hátrafordult, hogy ellenőrizze, nem hallgatózik-e valaki. Rajtad ez az izé nem fog. Folytatta halkan. Érted? Úgy, ahogy. Felelte bizonytalanul ártjom. Röviden szólva. Nekem most oda kell mennem, nagyon kell. Érted? Nagyon. Pontosan nem tudom, de minden esély megvan rá, hogy nekem is elmegy az eszem, mint valószínűleg mindegyik fiunknak, meg az egész brigádotoknak rajtad kívül. Te, mondta Ártyom bizonytalanul, mint aki izlelgeti ezt a szót, érezve mennyire kényelmetlen és szokatlan neki, hogy így letegezzen egy ilyen alakot. Te azt szeretnéd, hogy kísérjelek el ezen az alagúton? Hogy én kísérjelek el a szuharjövkajára? Úgy valahogy, borintott megkönnyebbültem burban. Nem tudom, tudsz-e róla vagy sem, de a szuharjovkaján túl van egy másik alagút. Még rosszabb, mint ez, igazi förtelem. De valahogy át kell jutnom rajta. Ott esett meg az a korság a fiúkkal. De minden rendben van, ne pánikolj. Ha elkísérsz, nem maradok az adósod. Igaz, nekem ugyan tovább kell utána mennem délre. De ott a Szuharjov kaján vannak embereim. Visszavisznek, gondoskodnak rólad meg minden. Ártjom, aki eleinte melegebb égtájakra akarta elküldeni Burbont az ajánlatával együtt, hirtelen rájött, mekkora esét kapott, hogy harc és mindenféle probléma nélkül átjusson a Riszkaja déli orsein. És tovább. Bourbon bár nem osztotta meg vele további terveit, azt mondta, hogy azon az átkozott alagúton a Szuharyovszkajától a az igyekszik, és Ártjom is pontosan ott készült áthaladni. Turganyevszkaja, Trubnaja, Cvetnyi bulvár, Csehovszkaja. Onnan pedig az árbeckája kéznyújtás nyira van. A polisz. A polisz. A hogyan fizetsz? Ártyom úgy döntött, hogy a látszat kedvéért egy kicsit kéreti magát. Ahogy akarod. Általában valutával. Burbon két kedvenész mint aki azt próbálja eldönteni, vajon amaz érti-e, hogy miről van szó. No, szóval kalasnyikov lőszerrel. De ha akarod, akkor kajával, piával vagy narkóval. Ehhez kacsintott egyet, Szintén tudok szolgálni. Nem, a először rendben. Két tárral. Meg persze étel is. Annyi, hogy oda vissza a kitartson. És nincs alkú. Ártyom, amennyire tőletelt, magabiztos hangon nevezte meg az árat, és közben igyekezett állni burban fürkésző tekintetét. Ó, egy bizniszmen, Mondta Burban. Rendben. Két tár a Kalasnyikovhoz és kaja. Hát jó mondta alig hallhatóan, inkább csak magának. Ennyit megér. Ö, rendben, fiú, hogy is hívnak? Ártiom? Egyelőre menj, aludj! Jövök érted, mihelyt ennek a felfordulásnak itt vége lesz. Szedd össze a cókmukodat. Hagyhatsz egy szetlit is, ha tudsz Ne, Nehogy itt hajtóvadászatot indítsanak utánunk. Ez. De aztán legyél készen, amikor jövök. Megértetted?